életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. Hol az az elfelejtett szó, szerelmi vallomás? Hol az az apró csöpp mosoly, ami úgy fáj, hogy nincsen már szálladal? Hosszú éjszakákon át szívemből, ami már látott egyszer, szól egy hang magányos fázó seggelen álmomban. Jáger Gyulával és Fehér Attilával beszélgetünk heti portrénkban, ők így együtt a Sárm zenekar, egy nagyon új formációról van szó, hiszen tavaly 2018-ban alakultak. Most rendhagyó módon, mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, hallgassunk meg tőletek egy dalt. Hol az az elfelejtett szó, szerelmi vallomány, hol az az apró csöpp mosoly, ami úgy fáj, nincsen már. Hol az az elfelejtett nyár, mit a szívem visszavár? Hol az a múló pillanat, ami csak szép emlék marad, emlék marad. Tipikus Ati befejezés. Én dörülik. Köszönjük szépen! Ez egy teljesen új dal volt most, ugye? Ezt jól tudom. Így van. Ez még videóklip formájában még csak két hete megy a YouTube-on, úgyhogy ez még teljesen friss, ropogós. Még meleg. Ti mindig élőben zenéltek? Hát ez egy jó... Hát a technikai feltételektől függ, a feltételeken múlik. Hát hogyha élő koncertet rendelnek meg, akkor természetesen teljesen élő. Tehát a gitár, az énekek, a vokál az mindig élő, de hát hogyha ilyen fél playback verziót vesznek meg, tehát ilyen kisebb falunapokon vagy ilyen helyeken, akkor fél playbackről megy, de gyakorlatilag... De az ének gitár az ének gitár az mindig élő. Igen, mert ugye itt most így hirtelen pikpakra csak olyan gyorsan mondhatom azt, hogy akár YouTube minőségben hallhattam a dalt. Tehát azért ez mai zenekaroknál nem annyira jellemző. Most nem akarok senkit lehúzni, de az élőben zenélés, az élőben éneklés, muzsikálás az már valahogy háttérbe szorult. Lehet, de ennek megvan az a varázsa, ami szerintem nagyon megfogja az embereket. Ez amúgy is egy olyan dal, milyen régebbi dallamvezetésű nóta, amilyen tábortűz jellegű, és ez gitárral, énekkel nagyon-nagyon jól szól. Ti hogyan találkoztatok, hogyan alakult meg ez a duó? Én 2016-ban ismertem meg a Gyuszit, volt nekem egy nagyon régi zenekarom, ahol a Flipper Öcsi volt az énekes, Step zenekar. Én a zenekarnak voltam az alapító tagja, és volt egy emlékkoncert, ugye az Öcsi 11 éve távozott el tőlünk, mármint az élők sorában, bocsánat. Igen. És egy emlékkoncertet csináltunk. Ugye hát a Fenyő Mikivel is zenélt együtt, a Novai Gabival, és sorolhatnám az előadókat. És a MOMMA volt egy emlékkoncert 2016-ban, és a Gyuszi akkor a próbákra is már jött természetesen. Én akkor még csak felvételről hallottam, személyesen nem ismertem, és 2016 májusában találkoztunk először. És akkor te mindig is zenész voltál, zenészként. Igen. Viszont neked van egy civil szakmád is ez mellett. Is, így van. Tehát én nagyon szeretem a gyerekeket is, és igen, tanárként is dolgozom egy suliba. Egyébként ez olyan nagyon váratlan jött, én annak idején még... Mármint az éneklés, vagy a tanár? A tanárkodás. Az éneklést azt picikorom óta tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni. És annak idején én 94-ben ismertem meg az öcsit, Flipper öcsit, és ő akkor Pusztazámoron lakott, és hát föltették a nagy kérdést, hogy hát tovább kéne tanulni, ugye akkor végzős gimis voltam. És hát néztem, hogy mondom, mi lenne ott esetleg közel hozzá, vagy valami Zsámbék volt az. És hát ott volt egy tanítóképző főiskola, jelentkeztem, egyből föl is vettek, és hát általában mindig Pusztazámoron kötöttem ki nála. Eszem ágában nem jutott akkor még, hogy tanítani fogok, ilyen pótcselekvésként gondoltam, bár a szüleim pedagógusok. Aztán az élet úgy hozta, hogy el is kezdtem tanítani, és egy nagyon nagy szerelemmé vált, így, hogy
a gyerekekkel azt hiszem, hogy ilyen nagyon különleges jó kapcsolatot tudok kialakítani. Akkor most így két szálon fut az életed, az éneklés és a tanítás. Igen, én még mindig azt szoktam mondani, hogy van még egy harmadik szál is, ez pedig a kutyák, ami általában az embereknek komolytalannak tűnik, de nagyon sok versenyre, nemzetközi versenyre, főleg az elmúlt években jártam. Nagyon szép eredményei vannak a kutyáimnak, volt már világgyőztes kutyusom is. Úgyhogy milyen fajok vannak? Két pitbull terrierem van és egy malinoám. Pitbull terrier, el nem képzeltem volna neked ilyen kutyát. Hát szerintem nagyon sokan félre ismerik ezeket a fajtákat, és inkább azért alakul ki ilyen rossz kép, illetve azok az emberek, akik ilyen furcsa identitással rendelkeznek, úgy gondolják, hogy ha kemény kutyájuk van, akkor ők is kemények lesznek. Én csodálom ezeket a fajtákat, a kitartásukat, a küzdőképességüket ilyen. Meg annyira nem kell félni tőlük, ugye? Nem, abszolút nem. De térjünk vissza az éneklésre, hogy oké, tanítóképző, de az éneklés az hogyan jött neked az életedben? Az nagyon-nagyon pici koromba jött már, még édesanyám elvitt óvodás koromba egy Halász Judit koncertre. És hát akkor megkérdezte a Judit, hogy ki szeretne énekelni, és én dobtam fel a kezemet, de meg se vártam azt, hogy kit választ ki, vagy én már mentem, és anyukám emlékszem, hogy így megfogta a kezemet, és mondta, hogy de hát kisfiam, nem is tudod a szöveget, és mondtam, nem baj. És fölmentem, és a Hová mész te kis nyulacskát, akkor elénekeltem a második verszakát, nem is tudtam. Tényleg, de Judit leültetett az ölébe, vagy hát a térdére, végén meg is puszít, és a közönség piszkosul megtapsolt, és akkor úgy tudtam, hogy igen, ez az. Ez az érzés, tehát, ami... Igen, tehát akkor úgy nagyon-nagyon magával ragadott ez az egész. Én elég zárkózott gyerek voltam, tehát tőlem azért volt ez ilyen kirohanás jellegű. Aztán utána, amikor később idősebb lettem, de hát akkor is még csak ilyen 6-7 éves körül lehettem, amikor megszólalt az Arrivederci Amore a játszótéren, és akkor azt mondtam, hogy ez micsoda. És akkor a barátaim mondták, hogy van egy ilyen Dolly-ról nevezetű zenekar, és hogy Flipper öcsi éneklés az egyik srácnak, a nővérének, meg volt ez a kazetta. És hát egymás után vagy 20-szor meghallgattam, mondom, úristen, ez nagyon-nagyon tetszik ez a dal, és hát akkor a stílus is úgy kialakult, hogy mi lenne az. Aztán amikor már Atival profin elkezdtünk zenélni, akkor ez a stílus változott természetesen. Neked hol indult a zenei pályafutásod, a zenész? Illetve mi volt a legelső, mert ez dalszövegeket is, vagy ezt közösen írjátok? Nem, zeneszerző. Zeneszerző? Én főleg zeneszerző, igen. Zeneszerző. És a dalszövegeket azt? Dalszövegeket vagy külső, vagy pedig a Gyuszi. Például ennél az előbbi dalnál a Gyuszi szerezte a szöveget. Gyuszi írta. De vannak, hát Dandó Zolikával szoktam nagyon sokat dolgozni. A nagy slágerei egyébként az Egy bolond százat csinál, vagy Egy szoknya és egy nadrág, az például Fehér Dandó Zolika páros, úgyhogy... Igen, hát én főleg zene, meg a bemondásokat megszoktam, hogy mi legyen a fő csapásvonal, az irány, bemondás, akkor utána a körítést, azt meg rábízom másra. Mindent nem lehet. Ez így van. Szóval, hogy honnan indult a te pályád? Mi volt a legelső, amit így a zenén belül csináltál? Hát a legelső, ami megfogott engem, az egy Nehéz nap éjszakáj című film, Beatles-től. Én ott döntöttem el, hogy zenész szeretnék lenni. Hát szüleim tiltakoztak ellen, azt mondták, hogy fiam, rendes polgári szakmát kérem, mondtam, de hát értsetek meg. Tehát én nem is gondoltam arra, hogy nem leszek más. Volt is egyébként ebből nekem problémám, hogy gimibe az osztályfőnök mondta, hogy elsőbe lehetett, hogy írja le mindenki, hogy mit képzel el 5-6 év vagy 20 éves korában, hogy mit fog csinálni, és leírtam azt, hogy én majd nagy színpadon, akkor még sportcsarnok volt, hogy ott fogok zenélni, fellépni. És akkor kiemelt az osztályfőnök, behozta a pap, és azt mondja, hát mindenki olyan szépeket ír, de hát van itt egy emberke, aki ilyen álmodozó típus, és azt hiszi, hogy majd ő meg fogja váltani a világot. Az osztály röhögött, én mondtam, röhögjetek csak, hát majd úgyis megcsinálom. Tehát gyakorlatilag így kezdődött, ez egy elképzelés volt, de akkor én már gyakoroltam, tehát akkor én már tanultam privát tanárnál, és utána az érettségi után felvételiztem a zeneművészetére, fel is vettek. Azt csináltam, de hát párhuzamosan már jött nekem, tehát már nagyon fiatalon, 85-ben bekerültem a Varga Miki zenekarába, ott kezdtem, de ott akkor rock volt, és 87-ben már a Step zenekar, és utána már minden jött magától, tehát épült a karrier. Mi volt a legelső dalotok? Hát ez egy nagyon jó kérdés, engedj el mindent, ami fáj. Egyébként ez annóta
ez egy platina lemezen is szerepelt, egy ilyen válogatás lemezen, és azt gondolom, hogy úgy a zenekarnak a mondani valóját ez a dal, főleg a refrénnek ez a bemondás, hogy engedjen mindent, ami fáj, így magába is foglalja. Meg ez egy jó indulásnak, ha belegondolsz. Engedjen mindent, igen, meg egy jó kis latinos nóta, amit Attila szeret, úgyhogy fülbe mászol a közönség, nagyon-nagyon szereti, és tényleg hát ezt próbáljuk minden egyes mozdulatunkkal, minden egyes dolgunkkal megfogalmazni, hogy lehet, hogy vannak problémák az életben, de nem arra kell koncentrálni, hanem a jó dolgokra, úgyhogy elengedünk mindent, ami fáj. Ez egyébként működik, hogy mármint a ti életetekben akár? Összességében én azt gondolom, hogy igen, mindig vannak hullámhegyek, hullámvölgyek mindenki életében, olyan nincs. Hullámhegyek, ez jó. hogy minden jól menne. Olyan nem, nincsen senkinek, hiszen akkor nincsen változás, az egy adott állapot. Az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor valami probléma van, az emberek meg tudják beszélni, és közös erővel jöjjenek ki a problémákból. Hogy látjátok, hogy a ti zenétek hol ül leginkább? Budapest, vidék, gondolom járjátok az országot, meg a világot is. Annyira felgyorsult a világ, és nyilvánvaló itt a generáció kérdése, és mi persze nem a tinédzsereket fogjuk, a fiatalokat igazán megszólítani, szerintem a 30 pluszosok főként. Szerintem ugye mi generációnk még igényli azt a kicsit lassúbb, egy kicsit élhetőbb életet. Tehát nyilvánvaló, hogy mi a fiatalokhoz nem nagyon fogunk tudni szólni, mert már hülyén is néznek, és elkezdenünk olyan zenét csinálni, mint ami a mai trend. Én azt mondom, hogy ilyen 30 pluszos közönség. Ezáltal a vidék a sokkal jobban vevő erre a dologra. Tehát Budapest egy teljesen más millió egyébként, mint vidék. Vidék az egy kicsit otthonosabb, minden ember ismeri a másikat, még ha nem nagyvárosról beszélek, és azért ott jobban az ember családiasabb hangulatban tudunk muzsikálni. Budapest az egy borzasztóan pörgő város, tehát itt megfelelni, meg itt azt a közönséget megcélozni, de egyébként itt is csináltunk nagyon jó bulikat. Mikor szeptember 15-én voltunk Újpalotán, és embertelen jó buli volt. Nagyon nagy tömeg volt, és nagyon-nagyon jó buli volt. Take me higher, keep me moving, and I keep on growing. Send my power every hour, celebrating while heaven is waiting. Catch the feeling, come on, move your body. In the night time's the right time to do it. One night I'm gonna stay lost in the music. You can refuse it. Time is here to stay. Keep your hand on my shoulder, I'll keep you stronger. Én inkább korosztályba helyezném el, nem is Budapest vidék kapcsolatába. Ami nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt számunkra, hogy kimentünk a nyáron Lengyelországba, és játszottuk ezt a sporthimnuszt, és a magyar lányok beszaladtak, akik 20 éves lányok gyakorlatilag az előadás közben, és ott tomboltak velem. Tehát én azt gondolom, hogy ha lehetőséget kapunk megszólítani a közönséget, akkor ez sikerül is. Nyilván nem a tinédzsereket. A tinédzserek azért elkülönülnek, én azt gondolom, a mai világban ők már másképp értékelik. Hát meg hetente változik az ízlés. Igen, igen. Az nagyon nehéz. Viszont Kanadában is, tehát azért volt sikerünk, mert szerintem... Mikor voltatok Kanadában? Így együtt Attilával február 14-én Valentin napot tartottunk, és hát akkor három koncertet tartottunk egymás után, és el lehet mondani, hogy mind a három helyen nagyon-nagyon nagy sikerünk volt. És a kinti közönségnek, főleg a fiatalabbaknak, az itthon élő nagyobb nevek nem mondanak túl sokat,
mert nem ebbe a millióbe nőttek föl, nekik XY-nak a neve nem jelent semmit, viszont ők is megérezték azt, hogyha valaki kiment hozzájuk, és meg szerette volna mutatni, hogy na, ilyenek vagyunk mi, négy bulizunk, gyertek ti is, szálljatok be, és ez valahogy úgy átragad, és azok a sztárok tudtak kint is megmaradni a nevekkel ellentétben, akik nagyon őszintén adták magukat. Én beszélgettem több kint élő fiatallal, és mondták, hogy engem abszolút nem érdekel, nem ebben nőttem föl, tehát itt eljön valaki, ha meghallgatom, tetszik, akkor jó, ha nem, akkor hazamegyek. Tehát már másképp fogják ők föl teljesen ezt az egészet. Azt gondolom, hogy az őszinteséggel lehet az embereket legjobban megfogni. Ebben abszolút egyetértek. Kanadára még visszatérünk, viszont említetted az imént ezt a sporthimnuszt, csak arról nem beszéltünk most még így a riportban, hogy egy Európai Sportszövetség választotta himnuszuknak a debütáló dalotokat. Ez hogyan történt? És akkor itt fogjuk majd összekötni Kanadával mindjárt a himnuszt. Igen, ez 2015-ig visszamenőleg, akkor kötöttem én szerződést, akkor még a Gyuszit nem ismertem, csak én producerként is dolgoztam, és volt egy zenekarom, MDC névre hallgatott, még a dalba is bejutottak, meg egy másik kereskedelmi csatornán a tehetségkutatom tűntek föl, és akkor volt egy menedzsere is, és egy munkatársam egy kiadónál, aki mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, van ez a European Beach Handball cég, és hogy mi lenne, ha írnánk neki egy himnuszt. De először elzárkoztak tőle, azt mondták, hogy igazán zenével nem akarnak ők foglalkozni, de azért mondták, hogy ha esetleg van ötletünk, akkor küldjük el. Akkor én elküldtem egy demo verziót, az ott az első, a Fair Play című dal, azt még az MDC zenekarral csináltam nekik, és így kötöttünk egy 5 éves szerződést, és annyi volt a kérés, hogy 2018-ra írjak már egy új dalt. Mondjuk ugyanazok az előadókkal, csak akkor ugye mi külön váltunk már az MDC zenekart, mint producerrel nem dolgoztam velük együtt, és az énekesnek szóltam, hogy hát ugye csinálja meg, de neki más egyéb elfoglaltságai voltak, és mondtam a Gyuszinak, hogy Gyuszikám, akkor rajta, nosza, csináljuk meg. A Kassai írta az angol szöveget, borzasztóan jó szövegíró, egy afroamerikai srác, és Gyuszival felénekeltettem, kiküldtük, és mondták, hogy megvan, ezt szeretnénk. És akkor ennek kapcsán volt a Keep You Stronger. Igen, és gyakorlatilag onnantól kezdve már a Gyuszival működött ez a szerződés. Tavaly Montenegróban voltunk, és most idén pedig Lengyelországban. Szuper jó. Ez egyébként mit jelent a finálét, együttes életében? Ez gyakorlatilag az ő hivatalos daluk. Uh-huh. Ennek a cégnek de a hivatalos. De nektek ez azért jelentett valami többletet? Tehát, hogy elkezdték így megismerni, vagy jobban behelyezni titeket? Nekem vagy... egy óriási nagy kihívás volt, hiszen én nagyon hiszek a magyar nyelvbe, ugye a magyar nyelvű közönségnek való éneklésbe. Egy-egy szót, hogyha mit ropogtatom benne a hangomat, akkor úgy, hogy tudom, hogy mit szeretnék átadni. Az angol nyelv az ilyen szempontból sokkal nehezebb. Hogy úgy fogalmazzuk meg a dolgainkat idegen nyelven, ami nem az anyanyelvünk, hogy egy másik nép nemzetnek a számára, és ez egy elfogadható dolog legyen. Ez számomra egy óriás nagy kihívás volt, és egész addig nem is nyugodtam meg, amíg legelőször, amikor Montenegróban voltunk kint, a fináléit ezzel a dallal kellett megnyitni, és nem láttam, hogy a hollandok, a lengyelek, mindenki ott őrjöngés, és nagyon-nagyon tetszik nekik, akkor úgy éreztem, hogy igen, ez megvan. És utána jöttek oda a külföldiek, és mondták, hogy milyen nagyon-nagyon jó, megkérték az elérhetőséget. Nem tudták, hogy most messziről jött ember azt mond, amit akar, hallottak egy dalt, ami tetszett nekik, és hát hiteles volt az előadás nekik. Úgyhogy számomra ez egy nagyon pozitív dolog. És gyakorlatilag még jövőre is él ez a dolog, ez 5 éves szerződés, hogy jövőre is megyünk, és jövőre beszéljük át a továbbiakban. Hogyha működőképes a dolog, akkor folytatjuk. Mielőtt elkezdtük volna a forgatást, mondtátok, hogy a himnusz és Kanada itt milyen összefüggések vannak? Hát sokan úgy veszik ezt, hogy ez a European Beach Handballnak a himnusza, és akkor kint felléptünk Kanadába, akkor rengeteg voltak, és oldalt jött egy ember, és amikor Gyuszi elkezdett konferálni, akkor oda jött a kanadai magyar televíziónak az egyik producere, vagy igazgatója. Igen, igen. Ő, hogy mondta, himnusz! És álltam a színpadon, hogy hát most játszok a dolog, hogy himnusz. Ez már vissza-vissza volt. Igen, himnusz. Vissza-vissza utána himnusz. Hogy kezdjem most el a himnuszt?
és utána néztek rám, hogy hát a ti himnuszotok az is akkor esett le, csak hát borzasztó zavarba volt, és néztem a Gyuszira, hogy most mit csinálunk, most hát nem kezdhetem el a himnusz játszani, mert azok után az ember rock and rollt játszik, meg ilyen. És ledeségére a visszatapsolás után azért nagyon így, és mindenki táncol, mindenki happy, egy és akkor kezdjük el a burit leült, nagyon-nagyon jó hangulat volt. És utána rájöttem, hogy ezt az angol nyelvű kézilabda. De olyan aranyos szeretni. Kis közösségieként képzeljétek el, hogy amikor strandolnak, a nyári dalunkat játszották, a Leszakad az ég című nótánkat, és akkor arra ugráltak a vízbe, meg minden, és akkor elküldték nekünk videón, hogy na, kint így buliznak a kanadai magyarok. Tehát egy annyira nagyon-nagyon jó baráti hangulat alakult így ki jó párukkal. Hát nyilván mindenkit nem tudtunk megismerni, de igyekeztünk nagyon sokat ott maradni még utána, koncert után is velük, és hát a kanadai tévével is Maroz Zolival nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Ezt a legújabb dalunkat is például most már játssz a videoklip formájában. Hogyan születik meg egy dal nálatok? Kinek hát, pattan ki a fejéből, hogyan történik ez? Attila szerintem ő zenei képzettsége, illetve múltja, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meghatározó. Én egy sokkal hát ilyen hullámmozgású gyerek vagyok, tehát ez azt jelenti számomra, hogy viharosabb vagyok minden szempontból, és úgy nagyon bele tudok lelkesedni, és adj Uram Isten, de rögtön akkor ez kell, meg minden. Atti pedig mondja, hogy jó, hogy Jussikám, figyelj, így ugyanúgy legyen, hidd el, én már sok mindent megtapasztaltam, és ő úgy próbál lecsillapítani, de meg szokott mutatni dalokat. Figyelj, mit szólnál ehhez? Az engedje, az például úgy született, hogy Atti így mutogatta a dalait, hogy na, szerinted ez mit szólsz? Bú, ez baromi jó. És akkor ez lett az első közös nótánk. Ez a legutolsó nóta, meg Attilánál énekeltem fel a Leszakad az eget, és mentem haza, és egy piros lámpánál, de ezt már neked meséltük is a rádióba, akkor született így meg a párom mosolya ugrott egyébként. És nem piros lámpa lett a cím. Nem piros lámpa, pedig még lehetett volna az is, sőt. Piros lámpán a párom mosolya, ez is egy kicsit félreérthető. Mi lehet bármi felől, amit a következő dal egy piros lámpás címmel. Ott is kötődhetnek szerelmi. Így van. Úgyhogy... Hát a legkülönbözőbb helyzetekből. És Atti már pont egy másik dalunknak, egy régen megírt nótámnak állt neki, a hangszeresnek, és már azzal dolgoztak együtt az Olikával, amikor mondtam, hogy nem, Attikám, ezt kéne megcsinálni, ez legyen. De hát csináljuk, fejezzük be, nem, Atti, léci, ez legyen. És tudtam, hogy ez lesz a nyárnak a lezárása. Atti az mindent százszor jobban meggondol, és alaposabban. De így jön akkor, hogy kiegészítitek egymást. Teljesen. Egy kicsit földönjel, nagyon emocionális, hogy Gyuszi, tehát ő azonnal, hogy hú, most ezt az. Én még mindig próbálom, hogy ezért óvatosan tervezzünk, számoljunk, hát csak így működik. Persze. Szerintem azért. De ez így pont így jó. Dolgoztál már nagy zenekarokban is, igen. Dolgoztatok. Mennyivel egyszerűbb egyébként egy ilyen duó, egy ilyen kettes formációval dolgozni? Hát ahány ember, annyiféle temperamentum, igen. Meg egyáltalán. Szóval zeneileg jobban ki tudtok teljesedni, vagy van-e összefüggés ebben? Hát nyilvánvaló, hogyha öt fős csapat, hát akkor sokkal jobb a lehetőség arra, hogy az ember... tehát zenészekkel játszon együtt, tehát nyilvánvaló, hogy az lenne a reálisabb, az lenne a jobb. De hát ugye nyilvánvaló, hogy a piac is diktál, hogy lehet eladni a technikai feltételek, tehát nyilván az lenne a legjobb, hogyha nagy zenekarot a hátunk mögött tudnánk menni fellépni, de hát mindenki tudja nagy, hogy ez annak nagyon kemény vonzata van. Zenészeket megfizetni, azt a fajta infrastruktúrát kialakítani, utazás, szállítás, hány teherautó, díszletek felpakolása, teljesen más jellegű ez, mint az, hogy az ember két fővel elmegy, és gyakorlatilag ez a fél playbackes verzió, amit én mondtam, azt játszunk. De tervezzük egyébként a jövő évtől mindenféleképpen nagy koncertet. Élő előadásokat. Én a kettes munkát azért tartom jónak, mert számomra nagyon fontos, hogy emberileg megbízzak a másikba, és hogy egy nagyon jó, korrekt embernek tartsam. Tehát én nem tudnék együtt dolgozni akárkivel, mert számomra sokkal fontosabb, hogy ő emberileg milyen, és nekünk ezért van nagyon nagy szerencsénk. Tehát, hogyha bármi olyan dolog van, egymással meg tudjuk beszélni állandóan, meg nagyon jó kiegészítjük egymást. Én
akárhány koncertet úgy érzem mindig, hogy bírnék egymás után, mert feltűzel már, amikor megyünk be, és látom a közönséget, meg mindent. Lehetek akármilyen fáradt, addigra összeszedem magam, az biztos, és akkor másnap, harmadnap majd kipukkadok. Ati ebbe is teljesen másabb, tehát ő másképp látja ezeket a dolgokat, de mondom, szerintem ami számomra legfontosabb az, hogy én emberileg ismerem és elismerem a másikat, és az, hogy most barát az ember valakivel, nem barátságnak indult az egész, hanem munkakapcsolatnak, de nagyon jó barátok lettünk, és tényleg az életünk minden egyes részét megosztjuk a másikkal, de nem ez volt a kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy többször egymásnak bizonyítottunk emberségből, és utána a munkakapcsolat is pontosan ezért tudott nagyon jól alakulni. És nyilván ez így könnyebb, hogy két embernek kell meglegyen, vagy két ember között ez az összhang, mint mondjuk 5-6-7-8 emberrel? Az biztos, megmondom, tehát nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy én amikor oldalra nézek, tudom jó, hogy oké, ott akkor minden. Tehát amikor színpadon vagyunk, megbízhatok, mert akkor az ott az áll. És mivel ketten vagyunk, nincsenek furkálódások is, mert hát ugye nagyobb társadalmi... De egymás fúrjuk. Tehát nagyon fontos, hogy ha van valami nézeteltérés, az ember meg tudja rögtön beszélni a másikkal. De hol nincs, tehát ahol két minden ember... Mindenhol van, persze. Én mindig azt mondom, hogy addig jó, tehát nézeteltérés, ameddig építő jellegű. Nyilvánvaló, hogy vannak különböző vélemények, el kell fogadni, és mindig le kell ülni, ki kell beszélni, meg kell beszélni. Ne legyen az, hogy felgyűlemlik, és utána hirtelen előjön. Persze konfrontálod az ember, úgyis konfrontálod, a közértbe lemegyek akkor is. Valami mindig van, csak meg kell tudni oldani ezeket a dolgokat. Át kell tudni beszélni, és észérvek mentén ezeket kibeszélni, lebeszélni. Mondom, egységben az erő egyébként. Kétségben az erő. Én nagyon ebben hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy a közös álmokért, a közös célokért csak úgy lehet, hogyha mind a két fél azonosan húzza a szekeret, és hisz magában is, és a másikban is. Amit veretni kár, ez kell, ég el, felhevít a vágy. Amikor a szíved várom, amikor az érzés rám talál, újra hív, újra vár, újra élet a nyár. Leszakad az ég a kedvemért, tudom, hogy az ég évre nél, gyere ez a parti jót ígér, bennem él. Mivel készültök, mi az, ami így a közeljövőre, vagy a távoli jövőre nézve terveztek? Hát februárban fogunk megjelenni az első nagylemezünkkel, és hát erre készülnek most a dalok gőzerővel. Decemberben még nyilván jó pár koncert vár ránk, és a jövő év elején lesz egy olyan fellépés, ami teljesen a stílusunktól eltérő, ezt most már lehet mondani, lesz egy S. Nagy István emlékest, és milyen jó szót, S. Nagy István emlékest. És arra kértek fel minket, hogy játszunk, két dalt fogunk játszani, az egyiket teljesen autentikusan fogjuk eljátszani, a másikat viszont. Igen, hangszerlés szempontjából. Igen. Tehát az arculata a dalnak még a régi. Igen, és a másik az viszont már teljesen a mi stílusunkra lesz szabva, az valószínűleg a közönséget, a mi közönségünket jobban meg fogja fogni, de hát azokat, akik az eredeti verziót szerették ezekbe a táncdalokba, azoknak pedig szeretnénk kedveskedni azzal, hogy úgy játsszuk el azokat a dalokat. Vagyis azt nem tudom, hogy lehet-e ilyenkor címeket mondani, de most a címet azt nem szeretném elárulni. Ugye nem a mi produkciónk, mi csak vendégek vagyunk, azért erről még nem. Hát akkor további sok sikert kívánunk nektek, még sok-sok nagy lemez, sok-sok fellépést, koncertet, köszönjük szépen. Mi köszönjük. És akkor arra kérlek, hogy végezetül még játszatok nekünk egy dalt. Jó, annyit beszéltünk az öcsiről, egy öcsis dalt. Így van, így van. Tedd a szívedre a kezed. Tedd a szívedre a kezed. Neked nem fáj, ami nekem fáj nagyon. És sohasem szerettél. Mindig csak úgy.
néztél, de a szíved, de a kezed. Neked nem fáj, ami neked fáj nagyon, sosem szerettél. Mindig csak úgy becéztél. Köszönjük szépen! Köszönjük nagyon szépen, köszönjük!